ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Autórum YouTube csatornán, az én nevem Zsolt. Tavaly tavasszal átléptük a 30 milliós legyártott Volkswagen Passat példányszámot, ami elképesztő volumennek mondható, hogyha összeraknánk az összes Passatot egymás elé, akkor több mint 3,6-szer körbe tudnák érni a földet. Nem véletlen, hogy a német márkának egy nagyon fontos modelljéről van most szó, ami korábban az Audinak egy olcsósított, a felhasználók számára elérhető változat volt, most viszont már talán közelebb került mind minőségben, mind árazásban az Audihoz, de továbbra is tényleg egy nagyon-nagyon fontos gépjárműről van szó, ami megújult külsővel rendelkezik, hiszen 2015-ben, amikor a 8. generáció megjelent, rögtön az év autója lett, viszont most 4-5 évvel később a Volkswagen úgy gondolta, hogy egy ráncfelvarrás nem árt ennek a modellnek, új lett az eleje, a hátulja az autónak, más lettek a felnik, illetve több új szín is debütált, plusz ne felejtsük el, hogy ebben az autóban elérhető először a teljesen megújult Eco TDI dízeles erőforrás, megnövelték a plug-in hibridnek a hatótávját, de továbbra is elérhető benzines erőforrásról is az autó, hogyha valaki esetleg ebben az erőforrásban bízna. A Volkswagen Passat sosem volt egy aprócska, rövid, városi cirkász, és ez most sincsen másképpen, 4,8 méteres hosszúságával azért bőven utazó autónak mondható. A ráncfelvarrás külsőleg és belsőleg plusz motorikusan is érintette a Volkswagen Passatot, de maradjunk egyenlőre a külsőségeknél. Ha előről ránézünk az autóra, akkor onnan veszük észre leginkább, hogy ez egy ráncfelvarrott modell, hogy a lámpák kialakítása egy kicsit más lett. Immár fölül van az a menetfény, ami egyben futóindexként is funkcionál, tehát nyugodtan használhatjuk indexelésre is, és jól is néz ki, plusz már alapcsomagként jár a ledes megvilágítás, illetve a ledes helyzetjelzés is természetesen. Hogyha pedig valakinek van több mint 700.000 forint a zsebében pluszban, akkor még az IQ LED Matrix fényszórót is kéreti, ami távolsági asszisztensként is funkcionál, tehát képes kiszűrni a szemből jövőket, annak megfelelően kapcsolgatja a 30-40 ledecskét, tehát nagyon kényelmes a használata. Ezek a chrome berakások, a chrome hűtőrács is mutatja, hogy már egy faceliftes változatról van szó, ezt az Arteonból örökölhette ez az autó. Hogyha oldalról ránézünk, akkor a szedán mindenképpen sportosságos, sugal, és az övvonal is nagyon szépen húzódik, ez a lazurit kék, ez gyönyörű, mindenki utána fordul az utcán, tényleg egy látványos színkombinációról van szó. Illetve, hogyha megnézzük a felniket, azok is megújultak, 17-18-19 incses papucsokat lehet kérni az autó alá, sok küllős vagy kevés küllős formában, kinek mire van szüksége. Elegance Business, illetve Airline csomaggal lehet felszerelni ezt az autót, ez az Airline, ami talán az egyik legszebb dizájnnal rendelkező, de nem az Airline-nak a legmagasabb szintje, ami nem csak irtozatosan jól néz ki, hanem nagyon erős is, ez egy 2 literes Eco TDI erőforrással szerelt Volkswagen Passat. A hátuljánál is felfedezhetünk két érdekességet, egyrésztről, hogy ott van a Passat felirat, ugye, amit szintén az Arteontól örökölt meg ez a Passat, ezért is mutatja, hogy melyik modellről van szó, miért fontos ez annyira a Volkswagen számára. Ha pedig felbillentjük a Volkswagen logót, akkor elénk tárul az 586 literes csomagtér, ami jól pakolható, mély és tényleg hatalmas, de ott van a variant, tehát a kombi, ami 650 literrel kényeztet el, körülbelül 350.000 forintos felár, hogyha kombiban választjuk. Ez egész kedves gesztus a Volkswagentől, hogy nem kell azért olyan mélyen a zsebünkbe nyúlnunk. A hátsó lámpáknak a ledes fényei is megváltoztak. Innen nézve is, hogyha valaki jártasabb a Passat modellekben, akkor bizony láthatja, hogy egy faceliftes modellről van szó. Külsőleg tehát megújult az autó, kényelmes utazni vele, jó a futómű, ezeket a nagy papucsokat is képes egyébként magán hordani az autó anélkül, hogy komolyabban éreznénk az úthibákat, viszont amiben mindenképpen újult az a 2 literes Eco TDI erőforrás, ugye kettős SCR katalizátorral, valamint dupla AdBlue rendszerrel rendelkezik az autó, hogy teljesítse az Euro 6D temp környezetvédelmi besorolást, tehát tényleg radikálisan csökkentették a széndioxid kibocsátását az autónak, ezzel is sokkal környezetkímélőbb lett.
Természetesen többféle motorral választható a Volkswagen Passat. Hogyha valaki inkább a benzinre szavazna, akkor 150, 190 és 272 lóerős részecskeszűrős TSI erőforrásokból gazdálkodhat. Dízelből van 150, 190, 240 lóerős 2 literes Eco TDI, ezen kívül pedig ott van még a plug-in hibrid 13 kWh-s akkumulátorral, ami 218 lóerőt tud a TSI benzinnel együtt, 3,6 kW-tal tölthető, és nagyjából 4 óra alatt egyébként, és 55-56 km tud megtenni egy feltöltéssel, ami elég egyébként városban, illetve kisvárosok közötti ingázáshoz is természetesen. Nem csak motorikusan újult meg a Passat, illetve külsőleg, hanem belsőleg is észre lehet venni jó néhány csalafintaságot, frissítést ebben az autóban. Kezdjük azzal, hogy ha valaki a facelift előtti modellt vezette, akkor rögtön feltűnhet neki, hogy itt van a Passat felirat az óra helyett, amit nem is értek egyébként, hogy miért vettek ki, hiszen azzal sokkal elegánsabb, dizájnosabb volt az autó. Ugye valaki ide rakja nekem a Passat feliratot, akkor sem fogom elfelejteni jobban azt, hogy milyen modellben ülök. Tényleg hát ez bazári, gicses, meg nem is szép egyébként az a betűstílus, amit ide raktak a vészvillogó gombja fölé. Ami viszont dicséretes mindenképpen, hogy most már a digitális műszeregység még jobb felbontású és még szebb színekkel operál, alapból persze analóg műszeregység jár az autóhoz, viszont nagyjából 173 ezer forintért érdemes belerendelni ezt a panelt, ami személyre szabható és kijelez mindenféle információt, amire csak szükségünk lehet. Oldalán ledes csíkokkal jelzi a rendszer azt, hogy a vízhőfok hogy áll, illetve hogy az üzemanyag szintünk is mennyire magas vagy alacsony éppen. A kormánynak a fogása teljesen jó, responszív az autó, hátul ilyen kis váltófülekkel tudjuk átvenni az irányítást a 7 fokozatú dupla kuplungos DSG váltótól, egyébként rendelhető 6 fokozatú manuálissal is, főleg az alapverziók, és az a váltó nagyon jól teszi a dolgát, én nem annyira vagyok a DSG-nek a híve, viszont itt nincs ilyen probléma tényleg, tehát gyorsan reagál, ahogy felemeljük a fékpedált, már is elindul az autó, kellemesen kapcsol, talán sportmódban akkor érdemes átlökni, amikor mondjuk előzni szeretnénk. Multifunkcionális gombok találhatók a kormányon, természetesen akár még kormányfűtés is kérhető, szóval az extrák sora az végeláthatatlan. Ami viszont még szintén jó, az az új MIB Man in Black, de nem németül, másképpen hangzik, csak mondja ki, aki tudja vagy akarja. Szóval az új fedélzeti rendszerrel ellátott és gesztusvezérlést is támogató központi rendszer, ami 6,5-8, illetve 9,2 incses változatokban kérhető. A legnagyobb panel viszont döbbenetesen drága felár, 1 millió forintot kér a Volkswagen azért, hogy itt egy ekkora TV képernyő legyen. Persze, utána, amikor ezt megvesszük, és van erre pénzünk, akkor tényleg fantasztikus technológiát érhetünk el. Fontos megemlíteni, hogy most már csak USB-C csatlakozónk van, tehát normál USB-A-val nem rendelkezik az autó, ami elsőre az Apple-ösöknek lehet fájdalmas, de utána, hogyha kiderül, hogy az Apple CarPlay Bluetooth-on keresztül vezetékmentes formában is képes kezelni a fedélzeti rendszer, már is boldogok leszünk, hogy nem kell a kábelekkel szórakozni, de természetesen egyébként kábeles formában az Android autó támogatás is adott. Tök jól csinálta viszont a Volkswagen, hogy nem követte a igazából koncernen belül lévő Audit, tehát továbbra is fizikai gombokkal érhetőek el, többek között az ülésfűtés, vagy éppen a klímavezérlő gombjai, vannak tekerők is, alatta pedig most már modernizálták a Passatot is, ott a Qi töltés, tehát ha valakinek vezetékmentes töltés támogató telefonja van, akkor ide csak behelyezés, már is elkezdi etetni. A gombok itt is vannak még a váltókar mellett, például a start-stop gomb, illetve az önbeparkolás segítő rendszer, plusz, hogyha valaki majd 300 ezeret kifizet, akkor nem csak parkoló radarokat kap, hanem 360-as kamerarendszert is, plusz önbeparkolást is tud az autó, hogyha ilyen extrával felszereljük. Az ülés Ergo Comfort névre hallgat, és fura, mert az előre és hátra csúszatást például manuálisan, tehát ilyen kis kallantyú segítségével végezhetjük, de hogyha a háttámlát szeretnénk beállítani, az viszont már elektromosan lehet, nem igazán értem, hogy erre miért volt szükség, illetve az oldaltartása bár jó, de egy kicsit szűk, tehát az én vállaimnak nem feltétlen kényelmes, ennek ellenére viszont azért hosszú távú közlekedése is abszolút alkalmas, nem csak elől a Passat, hanem hátul is, tehát hogyha egy hasonló magasságú 185 cm-es emberhez
beállítva beülünk hátra, akkor itt is bőven marad lábtér arra, hogy kényelmesen több száz kilométert megtehessünk, ugye a csomagtérnek a helykínálata pedig bőven jó ahhoz, hogy tényleg nagyobb bőröndöket is elnyeljen a Passat. 30 féle hangulatvilágítást lehet beállítani, tényleg személyre lehet szabni ezt a Passatot, ahogy csak szeretnénk, akár még ilyen panoráma tetővel is, elhúzom, és akkor tényleg akár ki is lehet nyitni a tetőt. Én ennek nagy fanja vagyok egyébként. A 2 literes Eco TDI erőforrásnak a fogyasztása is rendkívül kedvező. A zugló üvegtigris, tehát tínye mellett található kis zarándok helyett nagyjából 6,6 literből sikerült megúszni. Hogyha nem lett volna ebben egy kis dugó, akkor talán még lejjebb is lehetett volna vinni ezt a fogyasztást. Városban 8 liter körül alakul egyébként a fogyasztás, hogyha pedig az összkerekes verziót választjuk, akkor pedig nyilván lehet azért még akár egy fél literrel többel is számolni. Egy kényelmes, modern, nagyon jó autó ez a Passat, ami egy racionális választás. Tehát, hogyha valaki képes 9,95 tehát majd 10 millió forintot kivizetni, akkor már megkapja a benzines üzemet méghozzá manuális váltóval, 10,9 millióért pedig ott van a dízeles Eco TDI. Hogyha pedig valaki az alltrekket, tehát a magasítót, egy kicsit ilyen SUV felé átmenetet képező autót szeretne vásárolni, akkor viszont 14 millió forintot is ki kell, hogy csengessen. De tényleg vannak azért is nagyon durva extrák. Az iQLED Max X több mint 700 000 forintot jelent, olyan 3-400 000 forintot a panoráma tető, a head-up display is 190 000 forint körüli felár, és hát ugye 1 millió forint ez az új rendszer, illetve ez a nagy kijelző. Tehát azért bámulatosan el lehet menni az alapártól, hogyha valaki egy kicsikét tehetősebb, vagy úgy gondolja, hogy na most egyszer, most kifizet mindent, és aztán az autója megmarad egy 5-10 évig biztosan. Extrákból is van azért néhány, sőt, nagyon sok a Passatban. Kiparkolás segítő, beparkolás segítő rendszerek, 360 fokos kamerarendszer, ráfutásgátló, ezen kívül még távolságtartó tempomat, szóval minden, amit így 2020-ban elvárna az, aki ennyi pénzt kifizet egy autóért. Hogyha valaki egy kicsit izgalmasabb formatervet szeretne, akkor ott van a Peugeot 508-nak a lehetősége, illetve a Mazda 6 kombi is egy nagyon jó választásnak tűnik, de a Passat pont azért jó, mert racionális, pont azért jó, mert nagyon jó motorokkal rendelkezik, és azért, mert kényelmes és külsőleg is nagyon vagány és baromi jól néz ki, főleg ebben a lazulit kék verzióban. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hiszen ezzel tudjátok tényleg a munkámat segíteni, plusz nézzétek a korábbi videóimat is, ha van kedvetek, akkor pedig kövessetek Facebookon, Instagramon is. Szép napot mindenkinek, sziasztok!